Önkormányzatunk a kezdetektől fogva támogatta a földművesek megmozdulását, ezt az utat is egész Belgrádig, és nagyon örülünk annak, hogy a magyar-kanizsai földművesek, több falunk földművese összefogott ilyen módon. Úgy nézett ki az elején, hogy nem lesznek elegen, de egyre bővült a létszám egy 20-as számra, egy 15 traktorra, és ezek közül egy traktor eljutott egészen Belgrádig is, mint ahogy Csabától hallottuk. Megköszönném mindannyiuknak ezt a bátorságot, amit tanúsítottak. Biztosan nem volt egyszerű és könnyű. Nem csak a földeken állnak ők nap mint nap helyt, művelve a földjeiket, hanem kiderült, amikor fel kell lépni, a sarkokra is kell állni, akkor is képesek arra, hogy összefogjanak. Azt hiszem, hogy abban az esetben, ha ezek a megmozdulások nem lettek volna, még ezek a meglévő elég, mint hallottuk, rossz kormányrendeletek sem születtek volna meg. Csak is sajnos ilyen módon lehet ki csikarni a kormánytól, a mezőgazdasági minisztertől azt, hogy ezek a rendeletek egyáltalán megszülessenek, ha még késve is. Az új határidő most április 25-e, az önkormányzat továbbra is támogatja a földműveseinket, vajdaság földműveseit, hiszen egy közös vajdasági megmozdulásról van szó, és mindent megteszünk azért, hogy segítsük őket kiharcolni ezt a 4 pontot, ami elhangzott. A választások is közelegnek, és megfontolandó nagyon, hogy egy ilyen kormányszervezés, minisztériumi tárca szervezés, amely most van életben, ami szerint a mezőgazdasági és a kereskedelmi tárca egy egységes tárca, egyáltalán elfogadható-e vagy sem. Kevés országban, vagy talán sehol sem sincs ez így, hiszen két különböző területről van szó, két különböző érdekről, teljesen különböző érdekekről, és mivel a kereskedelmi szféra sokkal erősebb, ez a mezőgazdaság kárára történik. Tehát az új kormány alakításnál mindenképp szerintem nem szabad megengedni azt, hogy ez a két tárca így egyben együtt működjön. Ez olyan, mintha a belügy meg a külügyminisztérium lenne együtt. Tehát semmilyen logika nincs egy ilyen minisztériumnak, és ezt láthattuk most ebben az esetben is, hiszen ezek az intézkedések, agrárpolitikai intézkedések inkább a kereskedelmet, illetve a feldolgozóipart szolgálják, és nem a mezőgazdaság.